Az előző alkalommal arról beszéltem, hogy mennyire fontos az Isten szava. Mert az Isten szava szeretne rendet teremteni az életünkben, ami káoszunkból egy csodálatos világot teremteni, világot hozni létre. És mégis azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon nehéz a Bibliát kinyitni és olvasni. Nagyon-nagyon nehéz megérteni mert amikor kinyitjuk, mindenféle történetek vannak benne. Egy fiú elmegy megkeresni az apjának a szamarait, és hirtelen király lesz belőle. Egy másik fiú elindul megkeresni az apjának letétbe helyezett pénzét, és közben megházasodik. Mi közön van hozzájuk? Úgy tűnik, hogy az Isten szavát nagyon nehéz megérteni. Én azt gondolom, hogy ez azért van, mert az Isten nagyon szeret bennünket, és szabadon hagy bennünket. A természet mindig engedelmeskedik az ő szavának, ezért bárhová megyünk a természetbe, ott mindig rendet találunk, mindig szépséget találunk. A legkisebb résztől a legnagyobb részig, akár télen, akár ősszel, akár tavasszal, akár nyáron vagyunk a hegyekben, mindegy, hogy merre nézünk, mindenhol gyönyörű. A természet mindig gyönyörű és ahol az én életemben nézek, akár a kicsi dolgokba, akár a nagy dolgokba, azt látom, hogy annyira nem szép. Lennének dolgok, amiket kicserélnék, megváltoztatnék. És ez azért van, mert az Isten lehetőséget adott nekünk, hogy eltérjünk az ő szavától, eltérjünk az ő terveitől. Megengedte nekünk, hogy hibázzunk, ezt a teremtés könyve úgy mondja, hogy az Isten egy csodálatos világba helyezi Ádámot és Évát, aki én vagyok és aki te vagy, és középre helyezi a jó és a rossz tudásának fáját. Azt mondja, hogy ne vegyetek erről a gyümölcsről, de ott van, elérhető. Eldönthetitek, hogy mit akartok csinálni. És ezért az Isten szava is egy kicsit el van rejtve előlünk. Mert, hogyha a legnagyobb király, az ura, ura, a leghatalmasabb bíró nyíltan megmondaná, hogy ezt így kell csinálni, azt meg úgy kell csinálni, hát igen szemtelennek kellene lennünk, hogy ne azt csináljuk, amit ő mond. Így viszont, hogy egy kicsit elrejti magát, akkor van lehetőségünk, van szabadságunk másképpen dönteni. Mondhatjuk azt, hogy én eldöntöm, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Én eldöntöm, hogy kivel akarok összeházasodni, és kivel nem akarok én eldöntöm, hogy pap legyek, vagy ne legyek pap. Holott ezek csupa olyan dolgok, amiket az Isten előre már megtervezett nekünk. Csupán szeretetből, mert tudja, hogy milyenek vagyunk, és hogy mi a legjobb nekünk. Ezért az Isten nem mindig tárja fel nyíltan az ő akaratát. Ugyanígy vagyunk mi is, hogyha valakivel összefutunk az utcán, megkérdezi, na, hogy vagy, általában nem mondunk semmit, csak az, hogy köszönöm, jól pedig lehet, hogy egyáltalán nem vagyok jól, sőt, lehet, hogy tele vagyok problémával, és szeretném valakivel megbeszélni, de a kérdés nem volt olyan, amire azt mondanám, hogy hát nézd, igazából az a bajom, hogy egzisztenciális krízisben vagyok, és mély depresszió kerülget, inkább csak azt mondom, köszönöm, jól vagyok. Az Isten is néha így tesz velünk. Van egy történet a Bibliában, amikor két király háborúba akar indulni. Jehoshaphat és Áháb. És Jehoshaphat azt mondja Áhábnak, hogy hát nézd, kérdezzük meg az Istent, hogy mi a véleménye erről a háborúról, és Áháb azt mondja, hogy teljesen fölösleg, és az összes profétám azt mondta, hogy menjünk, csináljuk, rendben lesz. De Jehoshaphat addig-addig erősködik, hogy hát csak meg kellene kérdezni az Istent, hívjunk már ide egy profétát az úrtól is, megkeresik jehut, és megkérdezik, hogy na, hogyan legyen ez a háború, menjünk vagy nem menjünk. És Mihály Jó azt mondja, hogy persze menjetek nyugodtan, hatalmas siker lesz. Áháb ah, mondja, hogy biztos, hogy hazudsz, tudom, hogy nekem ilyeneket nem szoktál mondani, biztos, hogy hazudsz. És akkor elmondja Mihály, Jó, hogy tényleg így van. Az Isten azt üzeni, hogy ne menjetek a háborúba, de tudom, hogy nem akarsz rám hallgatni. És valóban a két király nem hallgat rá, elmennek a háborúra, és meg is halnak. Az Isten elrejtette az ő szavát. De van egy másik történet, amiben Saul keresi, hogy az Isten mit üzen neki, és mivel Saul tiszta szívből keresi, hogy az Isten mit akar neki mondani, még akkor is válaszol neki az Isten, amikor ő rossz eszközökhöz nyúl, elmegy az endori halott látóasszonyhoz, Megidézteti Sámuelt, és Sámuel alázatosan megjelenik neki. Aztán persze lesz hogy az Isten nem ezt akarja tőle, és nem úgy akarja, de szóba el vele. Közvetíti az úrakaratát. Ugyanígy vagyunk vele mi is, hogy akkor nyílik meg nekünk ez a könyv, hogyha szeretnénk igazán hallani. Én, amikor a papság előtt álltam még, nagyon sokat imádkoztam azért az Istenhez, hogy Uram, mutasd meg, hogy mi az én hivatásom. De ez ne legyen a papság. És ezért nem is tudtam, hogy, hogy hogyan tovább, hogy mi legyen. És amikor eljutottam arra a pontra, hogy Uram, legyen az, amit Te akarsz, akkor tényleg megmutatta egyértelműen és nyíltan, hogy mi az ő elképzelése. Addig csak homályban éltem. Mert az Isten tudta, hogy ha ő megmondaná nyíltan, hogy papnak hív, akkor én fellázadnék és hagynék mindent, hogy ez nem igazságos, ez nem fel, ezt nem így kell csinálni. Az Isten vár türelmesen, és a jelenések könyvében van egy rész, amiben megjelenik a Biblia, megjelenik az Isten szava, mint egy lezárt könyv. Azért van lezárva, mert annak nyílik csak meg, aki őszintén szeretné azt, hogy beteljesedjen ez az életében. És a jelenések könyve azt mondja, hogy nincsen senki sem elég méltó ahhoz, hogy kinyissa a könyvet, és hogy megértse a parancsait. Csak a bárány, akit értünk, megöltek. Jézus Krisztus. Ezért, hogyha szeretnénk érteni a Biblia szavát, hogy az Isten mit mond az életünkre, akkor közel kell lennünk Jézus Krisztushoz. Ő a mi tolmácsunk, mert ha én szeretnék egy ukrán emberrel beszélni, szükségem van egy tolmácsra, aki megérti, hogy mit mondanak az ukránok, és lefordítja nekem. Ugyanígy, hogyha szeretném megérteni, hogy az Isten mit üzen az életembe, és komolyan szeretném, hívok egy tolmácsot, Jézus Krisztust, aki Isten és ember. A kettő között áll. Lefordítja nekem, hogy mit mondanak ezek a történetek a szamarakat kereső fiúval, vagy az adósságért menő fiúval, vagy, vagy az ötven aranykarikával, ami a, a, Szent Sátor elkészítéséhez kép szükséges. Mit mond az Isten? És hogyha ezzel a lelkülettel olvassuk a Bibliát, hogy Uram, mondja, amit szeretnél, ezek a történetek megnyílnak, és fantasztikus üzenetek kívánnak. Hogy hogyan hogyan üzen nekünk az Isten az eseményeken keresztül, ezt pedig majd a következő videóban fogjuk megbeszélni.